és tök olyan, mintha vetni az árnyékot egy ilyen romos fal felületre. A falainkon mindig váltakoznak a képek, most éppen az aktuális kollekciónak a darabjaival veszem magam körül, hogy tápláljanak engem, és gyakorlatilag a halasi csipkét dolgozom fel a festészetnek a nyelvezetével, és ez az álom, ez a vízió, ez már ősszel megtörtént, amikor is a borongós napok után egyszer csak jött egy annyira tiszta reggel, hogy a nap olyan gyönyörűen kontrasztosan világított, és minden egyes fának ott volt egy ilyen aranysárga sziluettje. A madarak, ahogy reggel kajáltak az udvarban, gyönyörű szép sziluettjei voltak, és egy pillanat alatt adta magát, és jött az ötlet, hogy hát ezek kérem szépen a létező csipké motívumai. Ott látom, ott van előttem. Javarész létező csipke motívumok, de játszok vele, tehát úgy, mint egy gyerek. Tehát például a hátam mögött fönn a falon van egy szélmalmot ábrázoló halasi csipke, az 3 darab létező csipkéből van összerakva, plusz a negyedik rétegként még az én fantáziám is kiegészítette azt a csipkét, de vannak olyanok, amiket én találtam ki, amik még meg sem születtek, úgyhogy maga a festészeti eljárásom is, ez a technika, amit most alkalmazok, ez is hordozza magában azt, hogy a tradícióját megőrizni a csipkének, viszont a csipkének van jövője is, amit mi még nem láthatunk, ezért én festészeti eszközökkel is meg akarom jeleníteni a jövőt, és például azzal is meg akarom jeleníteni a jövőt szándékosan, hogy olyan csipkéket festek meg, amik még nincsenek is. Körülbelül 7-8 darab kép már készen van, még 3-4 darab már készülőben, mert egyszerre többet is készítek. Ugye a magját, a szubstanciáját úgy gondolom, hogy egy 20 darabba bele tudom sűríteni, de ezt nem tudom 100%-ra mondani, mert lehet, hogy 200-ból fog állni, hiszen az egyik kép sugalmazza a másikat. Tehát most itt mellettem van egy alap, egy nagyon izgalmas alap, ami kapcsán már következő 3-4 kép már folyamatosan folytatásaként már születik meg a fejemben. Márciustól remélhetőleg már jó idő lesz, akkor újra láthatnak majd a kiskunhalasi járókelők a város több pontján felbukkanni engem festékes ruhába, meg a kis sapkámba, ugyanis egy olyan megtisztelő feladat lesz majd, hogy a város különböző pontjain vannak ilyen áramszolgáltató trafóházak, és azok ilyen egyszínű, ilyen semmilyen színűek, és arra gondolt a városvezetés, hogy mi volna, hogyha ki lennének festve. És akkor ezeknek a trafóházaknak a látványtervén dolgoztam eddig, és nagyon nagy megelégedésére szolgált a városvezetésének, úgyhogy zöld utat kapott, úgyhogy tavasszal, vagy mihelyt nem lesznek már mínuszok, akkor én már szeretnék ezzel foglalkozni. Yeah.